Én nem tudom, mi ez, de jól néz ki. Elmondanád, légy szíves, hogy Kata, mi? Katafének, azt mondja, hogy Kata, akkor meséld el, légy. Palócleves. Palócgulyás kész. Palócgulyás. Marhá. Palócgulyás. Jól van, végig. Elmondanád a részleteket, hogy miből van? Hát hagyma, paradicsom, paprika, fokhagyma, zöldbab. Reméljük, hogy jó lesz valami. És egy kis sárga lépa. És egy kis jó szándék? És a jó szándék. Majd a végén kerül bele a kapor, meg a tejföld. Kapor, ilyen, ha lehetne ennek isteni illata van ilyenkor. Aha. Hát a kamera nem adja vissza. Jó, vagytok minden jó. Úgyhogy még ezután a tálalás következik. Persze. A belevalók itt vannak. Jó néz ki. Rossz nem lehet. De amúgy igen. Reméljük, hogy nem. De ő csinálja majd, mi csak kukta vagyok. De gyorsabb kell elmenni, mert ebbe nem úgy legyen. Hát majd óvatosan keverjük be, nem kavarjuk az egészet. Mindig, amit tegyük. Mindig. Így van. Egyet. Én szeretném, ha valaki elmondja, hogy mit látunk itt. Mi ez? Primus kekszek. Igen. Gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, szójamentes. Óramesti. Mindenmentes. Van benne valami egyáltalán? Vagy mindenmentes? Hát tényleg akkor, ebben mi a... Abszolút. Tejérzékenyek, vegánok, igen. Mindenki eheti. És normális ember ehet benne? Normális ember is eheti, abszolút. Köszönöm szépen. Nagyon finom. Nagyon finomok, ízesek. Jó, fűszeresek. Tejérzékenyek. Felolvasom én neked. Oké, köszönöm szépen. Barackos keksz összetevője, tápióka. Kemény idő, mandula, eritrit, kókuszolaj, aszalt sárga barack, kókusz örlemény, kókusz krém és stevia. Igen. Igen. Köszönjük szépen. Tanárnéni megoldja ezt a próbát. Köszönjük szépen. Nagyon. Gondolom a többi is. Nagyon guszta, valóban. És akkor az isler, ingyer, babakeks. Ezt a gyerekek is fogyaszthatják? Abszolút. 6 hónapos kortól lehet lényben gyerek. Hát szép egyébként, gratulálok. Köszönjük szépen! Tehát zúza pörkör készül. Így van, és kakastaréja a végén megfűszerezve. Kakastaréja. Kakastaréja. Nagyon jó hangjuk. És milyen zúza? Miből? Melyik áll? Pulyka. Pulyka zúza. A zúzából kakastaréja. Kakastaréja. És ezen kívül mik vannak még hozzá? Mivel van fűszerezve? Hát az alap dolgok, ugye egy lecsós alapon készül az egész, utána fűszerként a bors, a borsot ugye nagyon elbírja az úza, aztán pedig egy kis kömény is bele, a paprika meg ugye a fokhagyma, ezek az alapfűszer. Ez a lényeg. Ennyi, magyarosan. Semmi cicó? Semmi cicó, csak magyarosan elkészítjük. Nagyon jól részt. A magyar ember elbír azt a gombat. Oké, okay. Csípős ez? Nem akarjuk csípős, nem? Mert gyerekek is vannak itt, akkor csak ilyen alapon csemege. Nem lesz. Nem lesz csípős. Jó néz ki, gratulálok. Még van egy fél órája, a fél óra múlva besűrűsödik a leve, azt akkor lesz az igazi. Így van, már benne van a tari is. Hát, gratulálok, rossz nem lehet. Reméljük. Ez biztos nem lehet. Én azt szeretném kérdezni, aki kevergeti, hogy tűzoltóság az hagyományosan jól szokott főzni, mert ott a tűzoltók azok ráérnek főzni. Ha van időnk, akkor főzünk, ha nincs idő, akkor meg főzünk más. Akkor más főz, értem. De jól élnek a tűzoltók, nem? Hát annyira nem mondanám. Bár legalábbis a kaját nézve. Megpróbáljuk, hogy jól legyen. Mi ez egyébként, ha szabad kérdezni? Mi ez? Marhapacal. Még a szerencsés Palit bácsi féle pampula. Aha, tehát ez a... Ebben nincsen marhafej. Értem, ez a valódi tiszta pacal. Nem pacal, nem? Pampula. Mi az a pampula? Marha alsó lábszár. Hoppá! Le van faragva, azért vannak ez a bőrös. Aha, hát az egy lábszár pörkölt, vagy minek igen. Nevezzük? Lábszár pörkölt, igen. Mert pampula, nem mindenki, én se tudtam, bocsánat. Pampula az végül is, hello! Az arról szól a pampula, marhának ez a dolgozik, aki a pampulának. És az van benne? Igen. Nagyon jó. Jó néz ki. Ja. Hát gratulálok. Jó munkát. Jó versenyzést. Hát fogyasztható, úgy látom. Igen. Csülkös babgulyás. Igen, majd mindjárt megmutatom a bográt. Bográt, szia! Mindjárt. Jó,
Tehát tele húsiba, tele babba, csipetkével, és házi kenyérre lesz. Házi kenyérre, teljesen logikus. És mivel van még ízesítve? Paprika, só, bors? Hát a zöldségfélék, sárgarépa, zöldség, karalábé, karfiol, paradicsom, zeller. Hát rossz nem lehet. Zeller. Oké. Minden van. Csupa jó. Meg a finom bab. A bab. Meg a csülök, meg a nyúlja. Ez a lényeg. Meg mi? A meg mi ti? Munkánk. Ti is benne vagytok? Igen. A munka. Mivel énekkel benne vagyok. Oké. Gratulálok. Köszönjük. Marharápszál, pörkölt. 22 kiló húsból. 22 kiló húsból. Igen. És várjuk a családot sok szerepet. Gratulálok, nagyon szépen. Meg a zsűrinek az eredménye, kihoznak egy elsőre. És mondd már a részleteket, hogy mi, tehát azon kívül, a húsin kívül, mi van még benne? Paprika. Paprika, paprika, saját levibe főtt. Nagyon kevés víz, ami még utána ment. Egy nagyon pici, minimális. Igen, paprika, látszik, hogy elég sűrű. Ez igazi pörkölt. Ez igazi pörkölt. Valóban. Várom az eredményt, hogy jól legyen, a zsűrinek is tetszett. Gratulálok. Köszönöm szépen. Már sokan megnéztek. Igen, az a vár. Hát, dehogy zavar. Itt van a nyertes. Igen. Ez miből lehet látni? Hát itt van az egyes szám. Igen. Ja, az már eleve nyerő? Eleve nyerő. Aha. Hello. Németországból is eljöttek? Igen, Németország vagyok. Katonasági. Aha, tudom. És Németországban nincs ilyen finomság? Nem. Ilyen. Muszáj ide menni. Muszáj ide jönni. Igen. Hogy finomat tegyen az ember. Ez az. A német ember is szereti a magyaros kajákat? Hát nagyon. Hál' Istennek. Igen? Hoppá, teljesen normális. És a magyar sör? Magyar sör is jó. Ó, és a német sör az nem jó? Ez jó. Ez jó? Az ingyen van, nem fizetik elő. Ez jó. De magyar sör is jó. Az is jó, hál' Istennek. És akkor kóstoltad már? Igen. Ez finom? Finom volt. Ajjaj, akkor megnézzük. Petikém, mondd el már akkor, hogy miből is van ez? Egyszerű pulykaszúza. És azon kívül, tehát mi van hozzá? Kunéktól van a pulykaszúza. Ez nem érdekel engem. Az számítana, hogy akkor, tehát hogy mivel van ízesítve? Ez csak így naturba szíva. Hagyma, paprika. Hagyma, só. Paprika. Minden, ami hagyományos. Hagyományos. Semmi trükk? Semmi. Oké. Na, hál' Isten. Íber élekéket csinálni. Jól hangzik, hát akkor nem lehet elrontani. Nem. Jó. Hücsüket csinálnám előtt. Na, mi van, öreg? Megkóstolod más főztét? Vagy még ezt már elvált. Azt mondta Peti, hogyha te főzted volna, akkor elrontottad volna. Én még azt mondja, hogy hát nem tudod bele egy fűzni. Addig ez olyan ízetlen, mint a nem tudom. Ó, de durva. Na jó, szeretitek egymást, hál' Istennek. Ágnes, azt mondja, mi a véleményed? Sótlan, szerintem sótlan. Egyetlen. Sótlan, édes. Na jó van. Nem kicsi szűk lett a bográcsok. Ez az. Nagyobbat kell hozni, úgyis elfogy akármennyi is, nem? Általában az a tapasztalat. Reméljük. Mondd el már részés, hogy mi ez. Az marhalábszárpörkölt. Lábszárpörkölt? Igen. Kérlek szépen, ez valódi pörkölt, mert jó sűrű. Tehát nem egy olyan, mint egy, van, aki egész hígra csinálja. Igen, mert nem vízzel főzök ám. Hoppá. Van egy titkunk. Azt kérjük, mondd el. Nem szabad elmondani, mert a vetélytársunk is azt meg... No. Lehet, hogy a vetélytársad is tudja, vagy a vetélytársam. Igen. Nem szabad elmondani. Tényleg? Titkunk. Nem vízzel van főzve. Hát jó, akkor a további hozzátevőket. Víz az nincs, tovább. Sóbors, és mi? Kömény. Pokhagyma. Paprika. Tudod, kicsi paradicsom, kicsi paprika. Aha. Sima paprika. Annak van leve. Igen. Meg ugye a hagyma az alatt. Hagyma, persze. Elárulom. Na? Jó, de most mindenkinek hát ez, a YouTube-on. Ez igen, YouTube-on mindenkinek. Mindenkinek. Csinálunk előtte hús, alaplé. Hoppá. Alaplé. Aha. És? Most jöttem rá egy három. Van itt a húsleves olyan szerint? Igen. Aha. Igen. Aha. Csontból. Értem. Sok most értem. Aha, jó. Rájöttem most utólag. Hát, ad megad egy pluszot. Jól hangzik. Mert a vízzel főzöl, az víz. Olyan víz. Vízízű. Jó. Jó, az összetevők meg lesznek benne, de akkor is az alaplé az ott legyen. Hát jól hangzik. Ugye? Új dolgot mondtam, Vince? Valóban, megleptél. Új dolgot? Persze, mert elmondod majd a öcsikének. Öcsikének.
Igen, és meg fog lepődni. És akkor utána már egyenrangúak leszünk a versenyben. És a végén még jól főz. Még a végén így van. Végén még jól főz. És ez mi? Hát ez csak sima lé. Ez csak lé, értem. Most szűrtük le halászlé. Ja, halászlé. Most megy majd bele, csak föl kell forrani. Ja, értem. Most megy bele a hal szelep. Értem. Mert tudod, megcsinálod alaplét, én nem passzírozok, leszűröm. Aha. Leszűröm, mert nem szedem a sűrűt, nem passzírozok. És akkor utána most fölrottyantom a lét, bele a hal szelep, kész a halászlé. Milyen egyszerű így elmondva. Totál. Hát csinálni kell. Csak a pucolás az ne lenne, meg a darabolás. De hát ahhoz van segítség, nem? Igen, két kezem. Igen. Két kezem. Tudom, és hol van a nagyfiú? Most elment, kiküldetésben van, de mindjárt jön vissza. Övé csak most az anyja átvette a stafétát. Ő készíti. Ez most az anyja csak beugró most. Értem, kisegítő. Helyettesítő. Értem. Jó, hát jó versenyzést kívánok. Hát nem bírtuk letörögetni a szélit, mert nem nagyon tele volt, nem bírtuk. Szépséghiba. Szépséghiba, így van, ezt így van. Hajrá! Szedünk ki, mert van tégely. Ez nagyon szép ez a pörkölt, jól mondom? Igen, zuzapörkölt. Zuzapörkölt. Milyen állatnak a zuzája? Azt hiszem, hogy marha, nem vagyok benne biztos. Marha, köszi. De ez nem marha, akkor biztos, hogy csirke. Akkor más válaszolok, még a csirke esetleg, ugye? Igen, tehát tovább tippen nem szeretnék. Köszönöm szépen. És akkor a csapat az íjászok? Mi vagyunk a Lajos-Mizsai íjászok. Igen. Lehet gratulálni? Minden ezzel gratulálni. Milyen címhez is? Világbajnok? Világbajnoki címjeink vannak, Európa-bajnoki címjeink, országos bajnoki címekkel rendelkezünk. Gratulálok. Nagyon fantasztikusak vagyunk. De hát ahogy így elnézem, egy erőteljes fiatal embert látok, azért így könnyű, nem? Igen. Őt nem ismerjük. Nem ismerjük, nem baj. Ő idegen. Őt le kell tagadni? Igen, nem. És akkor a pörköltről még egy pár szót, hogy azon kívül, tehát hogy a marha zúzza benne van. Talpas íjász pörkölt, igen, mert van lovas íjász, meg van talpas íjász. A lovas íjászok lovon csinálták a parét, mi pedig talpon. És azért talpas íjász, mert a bogrács nehezen állna meg a ló hátán, ezért aztán talpas íjász pörköltnek hívjuk ezt. Tök jó, nem rossz magyarázat, ezt köszönöm szépen, tetszik. Sokáig készültem. És mi van benne még azon kívül, az úzán kívül? Hát minden olyan dolgot tartalmaz a titkos kellékeken kívül, ami egy hagyományos pörköltben illik, tehát természetesen füstölt szalonna, hagyma, fokhagyma, köménymag, bors, só, körsaprika, zuza, és annyi a titok még benne, hogy ez mind háztáj. Tehát, hogy otthon termett, családi környezetben, szeretetben, hogy tenyésztette. Gratulálok a sikerekhez és ehhez a pörkölthöz is, ez is jól hangzik. Köszönjük szépen. Minden jót kívánok. Minden jó. Akkor visszatom, nem beszélsz? Lény, az alján egy kevés pörkölt, vagy nem kevés, az csak annak látszik. 20 kiló. 20 kiló, hát azért az tényleg nem kevés. Milyen pörkölt ez? Marhalábszár. Marhalábszár. Ez már elég jó sűrű, hogy beállt, ugye? Igen. És a lábszáron kívül mivel van, miből van még, mit tartalmaz még? Hát csak lábszár. Hát jó, de hát segéd, paprika, milyen fűszerek? Hagyma. Paprika. Akkor a fűszerek, értem. Kömény, őrölt kömény. Semmi különleges, hanem normál, hagyományos fűszerek, ahogy szoktak. Teljesen hagyományos. Hagyományos. Semmi extra. Oké, hát azt már nem lehet elrontani. És főtt krumplival. Főtt krumpli. Főtt krumplival. Világos, látom. Képzelek oda, amit akarok. Nagyon guszta. Sok sikert hozzá. Köszönöm. Hajrá. Hello. And Lily. Ezek ti vagytok. Magyarországon jártok, és Németországban éltek? És mit főztetek? Magyaros kaját tudtok főzni? Segítek, nagypapa? Zöldséges sertés ragú. Nagyon jó, zöldséges sertés ragú. Ez pedig elég nehéz mondat magyarul. Nagypapa egy picit segít. Nagypapa segít, értem. Hát jól néz ki. És ez magyaros? Ja. Javoldite. Szép. Schön. Ügyesek vagytok. Kisasszony is. Jó.
Hát ügyesek vagytok, gratulálok. Muszáj egy kis magyarosság is, persze. Legalább ezen az oldalon ragadjon valami, világos. Szóval nagypapa hol? Itt, vagy hol lakik? Persze, Budapesten élek. Budapesten? Persze. Szóval akkor lejön. Értem. Fiam is szakás, de Németországban, német menyem van, és ott élek. Értem. Hát gratulálok, és köszönöm további szépen. Minden jót kívánok. Mindenki is. Köszönjük szépen. Babuliás. Igen, mindjárt. Nagyon csinos fiatal az, hogy meg is keveri. Azt. Hát ez gyönyörű. Ez nem lehet, ez csak jó lehet. Benne van minden fűszer, ami kell hozzá. Hát, beletettük a vanilás pudingot is minden. Köszi. Hát jó kedv is van hozzá, hál' Istennek. Ez a lényeg. Ő egy birka pörkölt lesz. Igen. Moki Szabolcs. Főzőmesternek a jó voltából, bár én kavargatom. Igen, értem. Kicsit rásegítünk, mert el vagyunk vele késve, de nem sok ideje van neki. Aha. Semmi baj. Jó. Nagyon jó. És ez is teljesen hagyományos birkapörkölt? Igen. Szevasszal. Jó napot kívánok. Fiatal úr, te vagy a főszakács? Igen, én lennék az. Hoppá, gratulálok. Köszönjük szépen. Na, hát nagyon jó. Kergebirka. Kergebirka. Értem, meg volt kergülve, muszáj ott levágni. Muszáj. Nagyon jó. Meg beköpték a legyek. De mondjál még ilyeneket. Majd le. Köszi. Amúgy ehető. Ehető, nyilvánvaló. Nem tennéd ezt meg. Bízunk benne, hogy ehető lesz. Jó. És azon kívül, a húson kívül, miket használtál hozzá? Húson kívül? Ja, mivel van ízesítve? Van benne egy kis marhahús. Nem, marhahús. Elmártam az ujjam. Na, tudtam, hogy megszívott. Na mindig. Ennyi. Hát sose voltál egy elveszett gyerek. Só, bors, fokhagyma. Semmi. Jó, extra. Rendben, értettem. Kömény. Na, hát elég is az. És elég. A következő, ez micsoda? Ő egy igazi magyaros lecsó. Lecsó. Lecsó készült reggelire, de mivel tudjuk, hogy a Benke Laci bácsinak ez volt a kedvenc étke, így a zsűri rábeszélt, hogy induljunk el bele. Aha. Ez semmiből, nem áll másból, másfél kiló füstölt csülök, fagyma, paradicsom, paprika, lecsókolbász és 8 felé vágott, megfőzött apró tojás. Ami ad neki ilyen struktúrát a legvégén, hogy akkor sokkal csíresebb legyen a lecsó, azt gondoljuk, hogy jó. De a zsűri mondta, hogy induljanak el vele, az megfogta a bográcsot, azt elindult vele arra. Köszönöm szépen. Ez egy magyaros lecsó. De ez csak reggelire készült, ezt nem akartunk vele indulni, de ez fog nyerni. Ilyen finom lett, hogy nem fogyott el. Miért? Hát én nem hinném, hogy ne fogyna el, minden el fog fogyni. Csaba majd a következő, mondja. Csaba, elmesélje nekünk. Kedves Csaba, villanyszerelés. Köszönöm szépen, kívül más, el van, nagyon nagy. Más is tudsz csinálni? Más főzni is tudsz. Igen, még helyek mondani. Megőrülök. Picit belekavarunk, várjál, hogy... Igen. Ja. Mert azt mondta nekem az egyik zsűritag, hogy a pörkölt zsír nélkül olyan, mint a sör hab nélkül, tehát a zsírnak lenni kell a pörkölt. Hoppá! Na igen. Jól hangzik, van benne igazság. Ez így igaz, mert máskor ez vadisznó pörkölt. Vadisznó pörkölt. Vadisznó pörkölt. Igen. De hát várjál, tehát itt vagy. Ne csak így, másik vadisznó volt. Ne csak így vadisznó, sokkal jobb az íze. Igen, ne csak így vadisznó. Nem a lajsbüzsei területen. Nem lajsbüzsei. Nem. Értem. Na akkor meg vagyok nyugodni. Jó. Sanyi bácsi, mutasd be a pattalodat. Mi az? Pattalodat. Sanyi bácsi, jó napot kívánok, jó étvágyat kívánok. Igen. A magyar tájára. Igen. Tehát ez egy pacalpörkölt. Pacalpörkölt. Hagyományos. Hagyományos pacalpörkölt. Értem, nincsen benne semmi kunst. Nincsen. Csak ahogy előírás szerint. Csak pacal. Csak semmi. Se köröm, se csülök, semmi, se füstöt, semmi nincs benne. Nincsen nagyon bonyolítva. Nincs nagyon bonyolítva. Nincs. Na, nagyon jól néz ki. Gratulálok és sok sikert. Köszönjük. Kedvességit, fiatalember. Ez egy, nem úgy tűnik, mint a többi, igen, sápadnak látszik. Sápadnak, mi ez? Igen, ez szüriki módra készült nyúlragú. Szüriki módra készült nyúlragú. Aztán, nagyon jó hangzik. És a, miben áll ez elő az, hogy a szüriki mód, miben áll? Van benne petrezselyem, meg gomba. Tehát petrezselyem, és tejszín, és? Petrezselyem, és gomba. A gomba. Gomba. Aha. Hát érdekes, jól néz ki. Ilyet még nem igazán lettem. És természetesen nyúl. Csak nyúl, kizárólag nyúl. Tiszta nyúlhús. Tiszta nyúlhús. És annak is a legfinomabb része, a filéje. Filéje.
Nagyon jól néz ki, gratulálok. Mindenesetre a sorból ez kilóg. Ezt, ugyanezt mondtam a zsűrinek én is, hogy a sorból nagyon kilógunk, paprika nem lesz benne. Hát gratulálok, és köszönjük. Hajrá! Köszönjük. Jó, Komár, mit mondjak? Ígéretes név. Igen. Akkor mi főít, ha szabad kérdezni? Hát ez tyúkpörkölt. Tyúkpörkölt? Nagyon jó. Hát az, az... Néz az jó. Nem egy hagyományos, mit mondjuk. És mert ne van mindenet, jó? De. Értem. Nincsen úgy, hogy kivárva filézni. Hát a máját nem raktuk bele, de mondjuk a később rakom bele, de... Csörgött telefon, mi látom? Értem. És mivel van ízesítve a hagyományos pörkölt? Hagyományos. Ízesítve. Sóbors, paprika. Így van. Így van. Rég parasztosan. Parasztosan. Fűszerkemény. Jó néz ki, gratulálok, hajrá! Hát reméljük, hogy lesz így bele valami. Kit szabad megkérnem, hogy mutassa be a főztet? Én nem értek neki rá. Tami, mutasd be a pörköztet! Ah, nem hinném, ilyen szín alapján nem lehet ez rossz. Mi ez egyébként? Őszpörkölt. Őszpörkölt. Hát az már maga kimondva is. Nem, bocsánat. Azt elrontani, az halálos vétek lenne. El se tudom képzelni. Az őzön kívül egyébként mivel van ízesítve? Hát magyaros fűszerek. Só, bors, piros paprika, egy pici kömény. Tehát nincsen nagyon bonyolítva? Nincs. Semmi cicó? Oké. Okay. Egy nagyon kicsi vörösbor van benne. Vörösbor, de az se hátrány. Kicsit pikánsá teszi, igaz? Igen. És mi van a másik rény? Őt a fiatalember főzte. Igen? És ez pedig marha pörkölt. Egyszerű. Normál. Tövítő egyik saját. Marha is saját. Saját nevelésű marha. Saját nevelésű marha. Jó. Értem. Öreg. Jó öreg volt? Ízekben is kérdődik. Ebben is ugyanazok a fűszerek. Só, bors, piros paprika, kömény. És az öregebb marhának jobb lesz a pörköltje, mint a fiatalnak? Mert ugye zamatosabb, ugye? Sűrűbb. Sűrűbb, zamatosabb. És az ízesítés az hagyományos, semmi cit? Teljesen hagyományos. Semmi más nincs benne. Még majoranna, az se. Semmi. Igazából csak só, bors, pirospa, fokhagyma. Oké. Okay. És kemény. Azzal nem lehet nagyot tévedni. Egy 5 euró hosszán keresztül fel. Új Jézus Mária, gratulálok. Szép. Reméljük, hogy ízekbe is. Igen. A csontból is került bele nagyobb darab az íze miatt. Igen, a csont is került. Hát gratulálok és hajrá. Már bocsáss meg, de a főszeret kóstolgatod, jól látod? Igen. Finom? Nagyon finom. Akkor a kedves kolléga, aki segít, ugye, és ő meg elmondja, hogy mi is ez? Ez dámszarvas pörkölt. Pici hagyma, pici paradicsom, pici fokhagyma, némi fűszer. Aha. Hát nagyon guszta, jól néz ki. Benne van a lényeg, értem. Kicsit csontos, de kevés csont van benne. Aha. Amit még el kell mondani, hogy ezt a lisztes Laci barátom lőtt az Egyesületnek a Müzsekehelyi Klubnak. Ez 3 nap ezelőtt még friss, ez annyira friss, hogy nagyobb. Mit jelent az, hogy K1? K1 az egy sportklub, és annak egy szabályrendszer, a K1-es szabályrendszer. Igen? Igen, a Thai-boxnak egy szabályrendszer a K1. Hoppá, értettem. Hát gratulálok, akkor főzni is tudtok ezek szerint. Hát igen, melegedni jobban. Jó. Hajrá! Város szépítő. Na tessék! Szépítő a Lajos Zsuzsai Város Szépítő Egyesület. Igen? Nevében főzte Marika, Horváthné Marika, úgyhogy nagyon szépen csókolom. Megköszönjük az ő kezdet munkáját. Igen. És itt sok jó barát vesz bennünket körül, aki egyébként is mindig segít nekünk bármilyen rendezvényünkön. Gratulálok egyébként. Mi ez? A város... Nem, ja, ez igen. A pörkölt, ez egy csülkös tarhonya. Csülkös tarhonya, igen, de jól hangzik. Savanyúsággal, kenyérrel, ki hogy szereti. Ó, és ilyen kedves, csinos hölgyek, mint ti vagytok, hát már bocsánat. Igen. Így könnyű azért jót főzni is. Így van, biztos, hogy jót főztünk. Hát nagyon jól néz ki egyébként, nagyon gusztam, gratulálok. És hajrá, sok sikert. Köszönjük. A város szépítésben is. Igen, köszönjük szépen. Hello, szevasztok. Jó napot kívánok, fiatal ember! Hát merre tetszett járni? Én megnéztem a csapatunkat. És hol van a csapat? Ez a másik csapat, a barátjársága. Hát mi csapatunk még amott van a gazdakörben. Én még nem láttam. Nem láttad? Hogy láttam? És majd gyere arra. Főztünk egy kis, kedveskedik a gazdák. Oké. Okay. A minden kóstoltad gazdának. Már?
minden lakónak, aki minket meglátogat, úgyhogy nagyon finom, háromféle dolgot. Jött mindenkinek? Mindenkinek fog, mert háromfélét főztünk, egy marhát, egy dámszarvast, egy kokos, úgyhogy ebből lehet választani. Jó, na, várunk meg, oda. Megnézzük, jó napot kívánok. Itt a nagy fogyasztó, tessék, jó napot kívánok. Egy sört szeretnék fogyasztani, nem tudom, hogy egy hideg sört lehetne rendelni, hogy... Nem. Nagyon nagy kérés, hogy nem lehetne? Nem. Fakanál forgatók. Hát igazából konyhatündérek akartunk lenni, csak az értem. Fiúk vagyunk, így nem annyira. Ez hogy van, ez az asszonynak a nevelése, hogy ő beneveli az embert, hogy ilyenné váljon? Hogy főzzön? Nem. Moson, takarítson, ilyen? Nem, én nagyon szeretek főzni. Télen, nyáron, önként dalolva. Bográcsban, Tárcsán, én imádok főzni. Már több éve mondták, hogy jöjjek ki erre a versenyre, de nem akartam, mert én úgy gondolom, hogy... Nem akartad megszégyeníteni a többieket? Nem, hát azért nem, mert nagyon jó szakácsok vannak itt, nagyon jó főznek, nagyon jó társaságok vannak, és nagyon jó ez az egész millió, amiben vagyunk. Idén úgy gondoltuk, hogy kijövünk, és akkor főzünk valamit, megvendégeljük a családunkat, vagy a barátainkat, akik kijönnek. Logikus. Főszünk egy tradicionális gulyáslevest, marhalábszárból, marhacomból, csak a szükséges fűszerezése van neki, csak azok a zöldségek vannak benne, amiket ez elkíván, egy kicsit megmozgatjuk, úgy látom, elfőtte a nevét, úgyhogy majd hozunk rá. Egyébként én olyan gulyásleves főző vagyok, hogy én mindig gulyás pörköltet főzök, mert a leve elföl neki. Aha, sűrű lesz. Hát a kanál megáll benne, akkor jó a kaja. De inkább olyan legyen, mint csak lé. Úgyhogy várom önt is egy pár ételre szeretettel. Szépen, de nyilván belehalnék, ha mindenhol elfogadnám. Hát de nálunk azért el kell fogadni, mert itt most muszáj. Jó, itt köszönöm muszáj. Szépen. Nagyon gusz és hajrá, sok sikert a igazán versenyben. Köszönjük. Ez a csem szemben, majd két adja. Kezdik előre, tehát új kazulza. Legyen szíves idejönni a gazdakörv sátorához. És a második? Dámbad. Sajnos nem jött. A következő Zsombor, kulár, ez micsoda, ami mellett állsz? Ez fiatal, másfél éves növendékmarha. Növendékmarha. Nagyon gusztó ez is. Mester úr nem szólt erre, ugye? Nem tudta elrontani. Ez meg 7 éves dámból. Gyönyörű. Hát gratulálok. Ez a körsártalához lesz. Meg. Zúza. Köszönöm a részvételt, gratulálok. A külön díjakat már ezt eljönnek. Három volt. A következő Gajdási László. Ki a főszakács? Menj a holdalba, sokan vagyunk. Főszakács. Igen? Akkor az jó lehet, mert akkor mindenki hozzáadja a javát. És ez micsoda egyébként, ami itt van? Gombás csúszörtől. Nagyon rossz. Én csak a főszörtől vagyok. Értem. És ez micsoda? Herőce. Tessék? Herőce. Herőce. Mint a fánk olyan, nem? Igen, csak nem készül benne, élesztő nincs benne, tehát valamivel egészséges. Aha. Ez a tükje. Igen. Hát gratulálok. Még egyszer a neve, micsoda? Macko Ágnes. Az Macko Ágnes, igen, de ennek... Herőce. Herőce. Csörögefágnak is hívják, ugye, mert kicsit ropogósabb, és akkor régen tulajdonképpen ez volt. Nem voltak ezek a chipszek, és ez egészséges most, volt. Meg volt a sült krumpli, és az jó volt. Most eszembe jutott gyerekkoromban, pontosan. Ilyen régi tradíciós. Ismerős volt, csak az abban, hogy 50 éve nem láttam. Akkor itt az ideje, vegyed belőle. Hát, köszönöm szépen. Mindjárt megnézzük még. Tehát ez a tyúkörtös. Benne van minden. Ez a gombás pörkölt. Ez ilyen? Ez a gombás. Gombás pörkölt? Gombás. Oké. Értem, nagyon jól néz ki. Gratulálok. Ki kell vinnem a... Köszönöm szépen. Ez nélküle van. Nélkül már van, aki nem törzik. Két fajta le. Gratulálok, nagyon szép. Biztosan finom is. Köszönöm.